ha van ember, aki sokat tud a meccésről, az Ernő, mert hány hektár gyümölcsösöd van? Közel 15. 15 hektár, azon mondjuk hány fa van? Hát az körülbelül 400 fával számolod hektárját, akkor az ugye bár 6000 fa. 6000 fa, amit évente megmetszett, tehát lehet mondani, hogy már mondjuk több 10000 fát megmetszettél életedben. Ez biztos, igen. Tehát van benne rutinod. Igen. Na úgyhogy azt gondoltam, hogy Ernőt fogom megkérdezni arról, hogy hogyan kell gyümölcsfát metszeni. Én is metszegettem, de hát ezzel a mestertől elmaradok. Úgyhogy hogyan kell gyümölcsfát metszeni? Bontjuk ketté, ugye van a ültetéskori visszametszés, illetve a termőre fordulásig való metszés, és utána a termőfák metszése. Most jelen pillanatban... Ezt magyarul mondd el, jó? Amikor megvesszük az oltványt, általában oltványt vegyünk gyümölcsfánál, akkor erőteljes visszametszést eszközölünk, azért, mert hisz egy fiatal növényről beszélünk, akinek a gyökerét megsértettük, visszavágtuk, meg mi is még visszavágjuk, a koronakialakítást már az ültetésnél elkezdjük. Meg az fontos, ugye, tehát itt van egy kicsi fa, amit nekünk ki kell alakítanunk, hogy ez majd milyen lesz a későbbiek folyamán ennek a formája. Igen, és itt két irányzat van elsősorban, egy nyitott koronaforma, úgynevezett váza, katlan koronaforma, illetve egy központi tenger, sudaras. Vigyázz, mit mondasz, már itt interneten vagyunk, itt lehet. Igen, egy központi tenger, sudaras koronaforma, amely ugye az alma, körte, cseresznye. A nyitott koronaforma pedig elsősorban az őszi barack, mondhatom ide talán a sárga barackot, vagy a szilvát még. Tehát ez a nyitott, ez olyan, mint egy kehely, vagy én azt mondtam, mint egy ilyen kéz, ami így... Tölcsér, vagy stadion. Én ezt is szoktam mondani, szerintem ez egy nagyon találó. Igen, most divatos a stadion, de ugye mi a lényege? Az a lényege, hogy már az első vágásnál kiszedjük a sudarat, a közepét, hogy nyitott legyen. Ez egy őszi barackfa, konkrétan meg is nézzük, hogy milyen konkrétan fajta. Konkrétan tudod fejből, ha megnézed a papírt. Micheliné őszi barackfajta, ugye ez egy fehér húsú őszi barackfajta, ennek ugye kivesszük itt majd a közepét, és a vázágakat, a leendő vázágakat pedig három rügyre fogjuk visszavágni. Tehát senki ne ijedjen meg. Hát mutasd meg, ne vatok, hogy mutassuk meg, hogy ez milyen draftikus. Az első mozzanat ugye ez egy katlan vagy vázakorona forma lesz. Tehát ezt a közepét, ezt a középső sudarat, ezt ki kell igen, vágni. Igen. Nem kell megijedni, ugye ezt levágtuk. Ez ijesztő. A száraz, gyenge veszőket azokat eltávolítjuk, és nem történik más, ugye azt mondtam, hogy három rügy, 1, 2, 3, 1, 2, 3, és ugye értelemszerűen ilyenkor igyekszünk külső rügyre metszeni, igen. Ha megtaláljuk a külső rügyet. Ami azért fontos, mert onnan fog majd újabb hajtást hozni. Így van, tehát jobban fog kihajtani. Sokkal jobban néz ki. És még nincsen kész, mert fölemeljük, és itt van ez a szép kis gyökérzet, amely egyébként ugye a kiszedésnél megsérült. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy a metszőollót ugye párhuzamosan a talajjal használjuk, és ezt értelemszerűen ültetési méretre vágjuk, és friss sebeket ejtünk. Azért kell frissebb, mert a kalluszosodás, illetve a gyökér kialakulás az akkor gyors, hogyha ez vízszintes felületű, tehát a talajra párhuzamos. Tehát tulajdonképpen a fának az 50%-át eltávolítottuk, mondhatjuk. Igen, ettől függetlenül ki kell fizetni ezt a részét is. Természetesen egy kertészeti áru. Mikor itt megmetszem, akkor is? Igen. Azt azért elmondjuk, hogy nagyon szerencsés, ha ezeket a sebeket lekezeljük. Igen. És nagyon fontos, hogy most gyorsan el kell ültetni, mert ki fog száradni, vagy be kell rakni egy vödör vízbe, és addig is hagy szívja meg magát vízzel, nedvességgel, hogy robbanásszerű legyen a gyökeresedése. És mondjuk mennyi idő alatt lesz ebből megint fa? Ez értelemszerűen, ez őszre már egy ugyanolyan koronaformával rendelkező fa lesz, mint amit megmetszettünk, de jövőre már nem így fogjuk megmetszeni, ugyebár. És mikor lesz a gyümölcs? Hát én azt gondolom, hogy 2 év múlva már kóstoló lesz, és egy olyan 4 év múlva meg már mondjuk úgy, hogy gazdasági haszonnal bíró fa lesz belőle. Jó, nézzünk meg egy almát is. Hoppá, itt egy alma, nézd már! Itt egy alma!